Balatonparton, a nádi virágban, megbújtam egyszer, s csodaszépet láttam. Bóbitásnádon nádi verén fészket, sásbogor alján kis vízi csibéket. Balatont álmodom. Ez a címe annak a tóval foglalkozó bélyegekről szóló vándorkiállításnak, amit pénteken nyitottak meg a Kenesei Kultúraházában. Schuller Ágnes muzeológus beszédében elmondta, a tablókat a Tihanyi Bencés apátság kérésére állították össze, és akkora sikert aratott, hogy azóta már három településen mutatták be, Kenese a negyedik állomás. Egészen 1896-tól kezdve láthatunk itt postai értékcikkeket, de már előbbről származó bélyeg előtti leveleket is, ez az 1700-1800-as éveket jelenti. Ami összeköti ezeket a bélyegeket, az a Balatonhoz való kötődésük. Tehát mindegyik valamilyen módon kötődik a Balatonhoz, akár úgy, hogy ábrázolják rajta a Balatont, akár úgy, hogy olyan természeti érték látható rajta, ami a Balaton környékéhez köthető, vagy pedig olyan személy, festő, képzőművész, író, politikus, aki valamilyen módon kötődik a Balatonhoz. A Kara György grafikus művész által tervezett tablókon olyan kiváló magyar bélyeg tervezők munkái láthatóak, mint Légrádi Sándor, Nagy Zoltán vagy Bokros Ferenc. A tárlat áprilisig látogatható a városban, utána Szárszóra költözik. A megnyitón balatoni dalcsokorral a Szivárvány népdalkör működött közre. Széles a Balaton vize, keskeny a víz rajta, ne menj arra kis angyalom, A megnyitó után mutatták be a Kenesei Időutazás című könyvet, amit a Kultúraháza egyik uniós pályázatának keretében állítottak össze. A kiadvány a tájházhoz köthető helytörténeti gyűjtemény felhasználásával jött létre, így a szervezők az Öböl Televízió által készített az intézmény bemutató kisfilmet is levetítették. A kötetet a szerkesztésben közreműködő dr. Ács Anna, irodalomtörténész, muzeológus ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Nagyon-nagyon tetszik ez a könyv, és egyáltalán nem hasonlítható monográfiához, az egy teljesen más műfaj, viszont ez a könyv felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes lenne valamikor elkészíteni Kenese monográfiáját, Kenese története megérdemelni ezt. Ez a könyv egy igazi szemelgetés, és a szerkesztők, szerzők már az első oldalon leírták, hogy nem törekedhetnek teljességre, hiszen egy könyv ebben az adott terjedelemben erre nem is lenne képes, hanem igazi válogatás Kenese múltjából. A Közművelődési Intézmény igazgatójának koordinálásával György Deákné Takács Hajnalka, nyugdíjas könyvtárvezető, és Vér Lászlóné helytörténeti kutató vettek részt a könyvben látható történetek, képek összeválogatásában. Nem a teljességre való törekvés volt, hanem mint egy olvasókönyv, hogy fejezetenként lehet olvasni, nem mint egy regényt, hogy elkezdjük az elején és végiglapozva. Mindenkinek az érdeklődésének megfelelően kap egy kis ízelítőt a régmúltból. És talán elírja a célját, és legalábbis az én szívemnek az a kívánsága, hogy azokat a történeteket, amit régen nekünk a nagyanyáink, nagyapáink meséltek, a mai generációnak ez a könyv adja meg azt a lehetőséget, hogy megismerkedjenek a 19.-20. századdal. A kötetet a bemutatón meg is lehetett vásárolni, és az érdeklődők számára a Kultúraházában folyamatosan elérhető.